Csapos Jánosnál tart Pap Attila műsorközlő. És akkor én is most már folytatom ott, ahol ő tart. Hadar Balázs, Szabó Péter, Csobai, Károlanda 4-es, Kotvász 34-essel, 22-es, Szűcs 28-assal, Vihari 10-es, Balogh Gergő 27-es, Gál Balázs és 15-ös, Karikás Krisztián. Ilyen játékos edzője, ugyebár Csapos János. A meccset Kis József és Takács Tibor vezetik, hogy már nem így élik, de akkor nézzük a vendégek összeállítását utólag. 1-es a Rékes, 2-es Bekárovics, 5-ös Buci, 6-os Varga, 8-as Szörnyi, 10-es Pap, 9-es Kovács, 11-es Balibár, 12-es Tóth, 13-as Bak, 14-es Pardi, 16-os Mező, 26-os Tahocki, 3-as Szűs, 17-es Nagy Dániel és 18-as Nagy Imre. Az edző Kucskák Imre és a Berettyú ugyebár az ellenfél, aki tiszta kékben játszik, ma a miénk pedig sárgában, de kék nadrágban. Az előző fordulóban a Berettyú megverte a Nádudvar csapatát hazai pályán 35-31-re, a miénk pedig némileg szerencsétlen körülmények között Nyírbátorban egy gólos vereséget szenvedtek, 31-30 lett a vége, és arra mérkőzésre is igaz, mint ami az egész bajnokságra, hogy rengeteg gólt kapunk. Úgy áll a 9. helyen a 12 csapatos bajnokságban együttesünk, hogy a legtöbb gólt kapta, 161-et, igaz, hogy a miénknél többet sem dobott senki, tehát 174 a dobott gólok száma. Hát most kellene a dobott gólokat tartani, a bekapottakat pedig csökkenteni, és akkor nem lehet gond a Berettyóval szemben. A Berettyó egyébként épp előttünk áll a bajnokságban, egyel van több pontja, mint nekünk. Szám szerint tehát nekik 5, nekünk 4, és ha nyerünk, akkor 50%-os a teljesítmény. Berettyói támadás, tehát Varga kapja vissza a labdát, Szabó Peti jól védekezett, és egyébként a beálló Szörnyi a vendégeknél 8-assal, Buci a jobb szélső, az irányító, akinél most a labda, ő Tahócki. Belefújt a játékvezető joggal. A bal kettő Pap, aki próbált lőni, mutatja a játékvezető 3 métert, és Kovács a bal szélen. Gól, és ez legalább egy sárga. Ez hanem a meccs eleje lenne, több is lett volna annál. Balázs kapott sárgát, és az első gól tehát a vendégektől, aki lőtte az Balog. Zúg a vastaps, és nem hogy sokan vagyunk, hanem lényegében telt ház van a Fejhegyarmati Városi Sportcsarnokban, ami mindenképpen jó hír. Szabó Péter, aki vezeti a góllövő listát, Csaposi Gál, Szabó, Pásztortek. Egy szabad dobás. A beállóban nálunk egyébként 25-össel Hadar Balázs. Járó van a jobb kettő, Csobaj van a jobb szélen, Pásztor a bal szélen. Szabó ott van. Hát igen. Ez Szabó lesz. Ez pedig már mellé, megint jöhetnek a miénk. Hát a vezetés, Szabó. Hát ez elég csúnya volt itt a Berettyúi fiútól. Varga kapta a sárgát. Hadar és Szabó, Csapos. Most ő az irányító, helyet cseréltek Gárolival. Csapos betör. És ez büntető. Lap azonban nincs, ugyanis jött a 7-es, és közben törlést kér a játékvezető. Szóval a Berettyú győzelemmel, a miénk pedig egy gólos vereséggel hangoltak. A vereséget hangolásnak lehet nevezni erre a mérkőzésre.
akarnak elütni a labdát. Buci, Varga, Nahócki, csapos védekezett kitűnően. Nagy bővül ez a fiú, Pap. Góljával 2-2. Két Szabó és két Pabló. Hadar, gól!
hat kapjunk volt, már az jó lenne, húha. Hát, az ilyen védekezés, amit nem szél vele, tartunk kívül, de megint Hadar, megint gól! Csak az kéne, hogy Szabó Petinek baja legyen.
Tamás ásványvízzel. Bízunk abban, hogy segít. Hát nagy baj lenne, ha Peti megsérülne. Na, az nagy baj lenne. Szerkezetű lett a csapatunk persze. Nagyon jó a blokk! A kipattanó megint nem a miénk. Ez pedig bent van. A gólszerző Kovács Patak. Szabó Péterrel szemben, akkor a Szűccsel szemben. Teljesen.
támadás is, és így 1 perc 48 másodpercig kettős ember előnyben a miénk. 9-7 ide. És a vendégek kapujában Ékes. Jól van Nagy Tamás, kettős ember előnyben nagyon rossz lesz volna a kapu. Fűcs József most megy oda ingerülten szólni, hogy nehogy már elengedjék a szélt. Láne szélső, de lépés. Hát a pászni nem ér hozzá, szerintem akkor is ellépi Buci. Igen, erre várt a vendégek tízese, Bob, hogy szabálytalankodjanak vele szemben. Ebben kell bántani. Óha! Gólt kapunk kettős ember előtt. De legalább lőjünk volt. Ott a szél. Nagy labda, Pásztor. Úgy is van, be a rövidbe. 10-8. És azt gondolom, így van, 2 perc az ellenfél edzőjének is most már. Tehát nem fognak kiegészülni, én azt gondolom. Mi történik, kérem szépen, az ellenfél edzője valami döbbenet, amit mondanám. Most hárman vannak egyelőre, én nem értem, hogy a Berettyónál miért szakadt el a cérna. Ez egy egész jó meccs egyébként, és tényleg értetetlen, hogy a Berettyó igazából miért. A játékvezetők hibáznak ide-oda, a csapatuk viszonylag jól tartja magát, 7 gólos hátrányban van. Közben Pardi is már bent a pályán, a vendégeknek 3-an támadnak 6 ellen. 52 másodpercig ez a helyzet. Ez a helyzet, amikor kb. 15 másodperc után már lehet a passzív, mondjuk. Nagyjából ennyit akart az ellenfél. Jól van, 2 kapufával, plusz Nagy Tamással, nem gól. Jól van, Pászti! Nehezen szedte össze a labdát, de aztán Ékes feje fölött. 11-8. Ez érdekes, a vendégek szakvezetőjét, Balibán, a 11-es számú játékos nyugtatja, hogy üljön le. Közben egy ember már visszajött, és nem tudom, hogy hogy. És gólt kapunk, hihetetlen, 11-9. Csobai. Ott válsz, ó, mit csinált ez a két fiú. Hát, ilyen rosszul kijönni egy kettős, illetve hármas ember előnyből, hihetetlen. És végig viszi a labdát, aztán elé vagy. Nagy Tamás, majdnem elütötte, kérem szépen, a vendégjátékos. Döbbenet, amit csinál az ellenfél, kérem szépen, és nem ítélnek semmit. Hát ez minimum furcsa. Hát kérem szépen, azért ez elég fura, amit a Berettyó művel. Akkor nincs időkérés?
és akkor a labda az ellenfélnél. Hát az a két bíró nem tudja, mit csinál. Ebből az űrzavaros időszakból igazából nem tudtunk előnyt kovácsolni, pedig hát nagy-nagy ember előnyeink voltak. Egyértelmű lábat nézett el a bíró, és közben ad egy kiállítást, kompenzálni fog persze. És büntető is. Hát ezek a bírók jól kilengedték a kezükből ezt a meccset. Jál Balázs kapott egyébként 2 percek büntetést, büntetőt pedig Muci lövi. Akkor Nagy Tamás is ugye följöhetnének egy góra. És akkor most az időkérés. A két perces kiadványban a következő írja Csapos János. Újabb fordulón vagyunk túl, és most sem sikerült pontokat vagy pontot szerezni idegenben. Mint a mellékelt tabella is mutatja, ebben a szoros mezőnyben minden kis pontnak hatalmas értéke van. Azok a csapatok, akik idegenből pontokat szereztek a táblázat elején, foglalnak helyet. Akik csak az otthoni mérkőzéseket hozzák, azok lentebb. Természetesen még nagyon képlékeny ez a mezőny, de már kezd körvonalazódni az erősségi sorrend. Addig, amíg idegenben nem leszünk képesek eredményesebbek lenni, addig sajnos ez a furcsa kép néz vissza kedves szurkolóinkra. Nyírbátorban egy pici hiányzott a bravúrhoz, de a rutintalanság és egyéb utólag elemzett hiba miatt ez nem sikerülhetett. A fiúkkal leültünk hétfőn beszélgetni, és mindenki elmondta a véleményét. Szerencsére azonosan látjuk hibáinkat, megbeszéltük, egyeztettük a további teendőket. Sok-sok munka vár még erre a fiatal csapatra, de ígérem, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy mielőbb visszakapaszkodjunk a felsőházba. A védekezés feljavítása mellett minden játékosnak arra kell törekednie, hogy egy egyenletes teljesítményt tudjon nyújtani minden mérkőzésen. Eddig az időkérés, de nem eddig a nyilatkozat, azt majd későbbiekben folytatom. Ember előnyben tehát a Beregyó.
átvétel a mérkőzésből. Kál, csapos, de rossz labdát kapott. Vajon miért kaptunk szabad dobást? És fent a bíró keze. Blokk. Sarokdobás. Nem, hát sarokdobás. Hát de... Hát mit ítélt a bíró? De jó ég. Hú, de gyengék. Azt a mindenét. Hát ezt hogy lehet elnézni? Hát így megpattan egy labda és azt mondja, hogy a kapus jöhet. Hát teljesen vak a két bíró. Hát döbbenet. Nagyon gyengék. Legalább egy 2 perc.
hibát, volt egy védése, de azóta nem is tud hozzászagolni a labdához. Na jó van! Kellett Gál Balázs. 16-16. Egy újabb kapus, mező a vendégeknél. Átverekszi magát Csaposon. Kuci. Varga, vigyázzunk. Elég feszült mérkőzés, egy feszült Berettyóval. És engem mondjuk nagyon érdekelne, hogy vajon mi van Szabó Petivel. Mert továbbra is azt tartom, hogy ebből a csapatból most Péter nagyon hiányzik. Most hát meg mindig. Hát megint 16-ból kaptunk 27 és fél perc alatt. Hogy ezt ki lehet-e bírni, lehet-e így nyerni? Ez a nagy kérdés. Szabad dobás az ellenfélnek, bő 2 perc van hátra. Gondolom lassan passzív, ha nem lőnek. Én azt mondom, meg lehetett adni. 16-16, 29. perc. Vele szemben Somogyi. Kedén a bal oldalában kapunak 17-16, oda 17 gólt kaptunk 28 perc alatt. Legalább döntetlennel zárjuk ezt a játékrészt, aztán kezdődjön egy új meccs, mert ez nem a mi fél időnk. Kotvász, ott be lehet menni, Kotvász! Ott a szél, Pásztor! Bent van! Ez is bent van, Pásztor jól játszik, 17-17! Egy perc van hátra. Ha már most ne kapjunk volt tényleg valahogy védekezünk ki egy Berettyófalui támadást, nagyon jó lenne. Már csak az, hogy elhiggyük, hogy meg tudjuk tenni. És kérem szépen, nem akarom bántani, higgyék el, de Somogyi, mintha ott se lenne. Esélye nincs védeni. Ott van! 18-18! Gábor! Időt kér az ellenfél, 14 másodperccel a vége előtt. Addig be tudom fejezni, amit a két perces kiadványban nyilatkozott még Csapos János. Tehát ott tartottam, hogy képesnek kell lennünk, akár 9 ember ellen is győznünk, akármennyire dühít is minket néhány ítélet. A végjátékban pedig nagyobb koncentrációra lesz szükségünk, de ennek elérésére rengeteg meccset kell még lejátszanunk. A ma esti mérkőzésen is újabb és újabb dolgokat tanulhatunk, és a győzelemre való törekvés mellett szeretnénk gyakorolni, kijavítani a felismert hibáinkat. Ne feledjék el, hogy akik itthon maradtak, azoknak úgy kell pótolni azokat, akik az évek során elkerültek Fehérgyarmatról, hogy az eredményesség is megmaradjon. És mondjuk őszintén, ez nem kis feladat, itt tehát Csapos János. Egyébként az előző forduló teljes eredménylistája, mert csak a két csapat meccsét mondtam. Demeccser, Debrecen 39-23, Mátészalka Miskolc 26-23, Hajdúszoboszló Bölcs 20-22 és Tiszavasvári Kisvárda 27-29. Thank you.
kapus nélkül nem lehet megnyerni ezt a meccset. Reméljük, hogy lesz is védés és lesz is győzelem. Erre néhány percet kell várni önöknek. És ebben a pillanatban elkezdődött a második játékrész. A félidőben az előtérben láttam Szabó Pétert, de nem mondom, hogy találkoztam vele, mert feküdt egy asztalon, éppen kezelték, állítólag gyászolódása van. Így tehát Péter már nem ér vissza, ez biztos. Kál, nagy labda, és jól van, kapunk egy szabad dobást. Fölteszi a kezét a védő, és hiába lőttük a gólt. És egy biztos, ez a fajta nyitott védekezés, amit az első fél időben csináltunk, mintha nem működnek. Áll! Én a kapus. Hát igen, mező. Nálunk nem nagyon volt kapus teljesítmény. A szélre visszajött Csobai. Bent van nálunk Szűcs Balázs. Figyeljünk, jó! Visszajött Nagy Tamás és megfogta a labdát. Atyaisten! Ezt nem hiszem el. Hogy Csobai visszaállt. 20-19, 32 perc alatt kaptunk 20 gólt. Áll az óra, törölni kell a hatosan. Ebben a fordulóban játsszák egyébként ezen a mérkőzésen kívül a Debrecen Hajdúszoboszló, a Nádudvar Miskolc, a Bőcs Nyírbátor, a Tiszavasvári Máté Szalka és a Kisvárd Demecser mérkőzéseket, tehát két megyei rangadó. A Vasvári Máté Szalka sem lesz rossz meccs, de a Kisvárd Demecser sem, ugye a Várda vezeti a tabellát, csupán egy vereségük van. A Demecsernek az egy vereség mellett még egy döntetlen is, a Vasvári pedig már kétszer betlizett. Szoros ez a mezőny minden esetben. Után kifejezetten szoros. Most Pardi van irányítóban az ellenfélnél, Tahóczki kijött bal kettőbe. Pardi mögé a labda, ez így passzív. Hát és nem teszik fel a kezüket. Hát és becsenge bírók ezek. Pap próbál törni. Fenn a bírók keze, Pardi, nagyon szép ablak. Jó van, Nagy Tamás vég. Na, végre már védünk is. Tamás volt szabálytalan. Tehát, és végre egyenlíthetünk. Csapos, Kotvász, de már hanyatszor csúszik ki a kezéből, Kotvásznak a labda. Ez csak szabad dobás. Hát igen, Kotvászt Pardi kvázi összecsomagolja. Igazunk, hogyha azt mondjuk, hogy kiállítás meg lap, hiszen annyira más súlycsoport, hogy hoppá, Károland is más súlycsoport. Buszusz. Kellett. Thank you.
Lászlót be lehet törni. Nem. Csapos. No. Átvehetjük a vezetést. Csapos. Kvázi hadar védekezte le Csapos Janit. Kopász. Gál. Nagy labda is. Hadar Balázs lökte arré Bak. Áll az óra törlés. 35 perc, tehát a mérkőzésből 20-20. Talán ebben a félidőben összeáll a védekezésünk, meg hát most már azért volt kapus teljesítmény, ez nagyon kellett. Aki nem az elétől követni, Szabó Péter, utána ráestek, kapott egy agyászkódást. Így a csapatunk legjobbja hiányzik. Akik jó teljesítmény nyújtanak, az Gál és Pásztor. Csapos ott van! Csapos, hát nem tudom, innen úgy tűnt, hogy el lehetett volna lőni, de hát nyilván ő jobban érezte. Fenn a bíró keze, ott válsz, hát ez nem. Pásztor, mit csinált Pászt itt? Te jó vékonnal lőtted! Azt a betyárján! Hát ezt nem hiszem el! Kérem szépen! Mező egy semmi szögből kapott gólt, az át, hogy Pásztor ezt hogy lőtte be. Én már itt mondtam, hogy mit csinálsz Pászti belőle. Fantasztikus, vezetek! Szörnyi góljával, 21-21. Ott válsz, nehogy belemenés legyen. Hol van Csobai? Vász. Pásztor. Úgy van. 22-21. Kapus csere. Viszont Ékes. Ugye a harmadik kapusuk, aki kezdett egyébként Tóth, az piros lappal kiállt. Jó volt a védekezés, végre! Megint áll az óra, megint törlés. Csapos, nem jött jókor, épp 37 perc telt el, jó lenne megúszni ezt az ember hátrányt. Bardi, Tahóczki. Kovács üresen a bal szélen, megvan a labda, gyerünk róla, végig kell menni róla. Roland elejti a labdát. Ajj, a minden itt neki. Gyerünk, fussál. Megvan, megvan, megvan. Gyerünk, Roland. Na még egyszer. Most vidd végig. Be fogod lőni, Roland? Nem hiszem el. Ha úgy tetszik, Ékesédet, aki nagyon örül. Jól védekezünk,
ember hátrányban is jól védekezünk. Ez fontos, nagyon fontos. Kovács a Csobai állítja meg. Bravo! És mióta nem védekezünk olyan nyitottan, azóta jobbak vagyunk, mert jobb a védekezés. Csobai be fogja lőni, úgy bizony. Ember hátrányon gól. 23 éves. Vezető kettővel, és mennyivel jobb, hogy nem védekező nyitottat. Beengedtük azt a fiút. Paplőgól, 23-22. 10 másodperc múlva kiegészülünk. Akkor jöhet vissza Csapos, vagy valaki más. Ez az akkor, ez most van. És jön Csapos. Gál, Kotvász. Hát ez mi volt, Kotvász? És Kotvász ott fekszik a helyet, hogy felugrana és menne védekezni. Nem is értem megint, hogy mi volt ez. 23-22 a 40. percben. De ide. Kotvász jön embert fogni papra. De nagy gól. 23-23. Kovács egyenlít, tehát a felé kiki meccs, az utolsó egyharmadhoz érünk. Fehér gyarmat, Beregyó, 23-23 a 41. percben. Gál, Szabó Péter nélkül. Szabad dobás. Pásztor megint semmi szögből, megint előtt. Egészen fantasztikus. 24-23. Nagyon örült Ékes, amikor Gáz ígyszerét megfogta. Most ez az öröm. Ez bánattá vált. Megvan. No, elmehetünk kettővel. Ára mennyiben két gólos előre azt lehet mondani, hogy elmentünk. Nagyon jó, gyerünk! Úgy is van! Mondom én, hogy úgy is van, de szűs lövését a kapufa hárítja. Ékes örül, de hát közel nem volt mondjuk a labdához. Megint egyenlítési lehetőség a Beregyó előtt. A tét ebben a fordulóban legalábbis, hogy nyerünk, akkor egyrészt 100%-osak vagyunk itt, hol, mondjuk nulla idegenben. Egy belemegyés nem fognak, hihetetlen. Hihetetlen, de ez egész meccsen. Most másrészt pedig ugye, ha nyerünk, akkor megelőzzük a Beregyót. Jó, mi a miért? Ez 2 perc, kérem, belerúg a labdába, ezt se látja a bíró, ez hihetetlen, kérem. Hihetetlen. Nagyon gyenge játékvezetés, erélytelen, és hát buták ők ehhez, mint látom. Nagy labda, gól! Csapos! 25-23, megvan a két gólos előtt. És bent a pályán Bihari. Esetre jobb a
a védekezésünk. Nagyon feljavult. Helyre is följöhetünk, a negyedik, ötödikre kapnak egy szabad dobást, pont megmozdulása után. Jó! Mit reklamál vajon Pap? Hát kérem, rég volt ilyen, vezethetünk hárommal. Kotvász, nagy labda, Szűcs, megadják! Szenzációs, hogy ilyen zsúfolt házban, a gyarmati sportcsarnokban. Bardi és Pap. Hát, Barda. Hát elég hamar kifordult Bardi, de jól védekezünk. Hát végre, hogy elmondhatom, hogy jól védekezünk. Főleg így, és jól véd Nagy Tamás. Extázis a csapatunk. Megkezdődik a 45. perc. Kár, és így a jó! Jó csapatnak van szerencséje. Van 7-23. Vajon mikor kér időt a vendégek edzője, Kuskák Imre? Hogy nem nyitottad védekezőket, ez így nem szabályol. Megvan Nagy Tamásnak. Gyerünk, gyerünk, Pászti! Ez így van. Mekkorát játszik Pászti. 28-23. Bihari, de jó lépett oda. Ez igen. Fölért ki a játékvezető, 46. perc, és a nehezen hittem volna, amikor 23-22 volt oda. Dobunk zsinarba hatott, hát miért is hittem volna, vagy miért is gondoltam volna, de ez így kiváló. Ez így kiváló. Talán aki fontra kellett. 28-24. Hát nem lenne jó, igen, Szűcs Balázs kerül földre, szóval nem lenne jó, még egy emberünk megsérülne. De úgy látom, hogy Balázs tudna majd folytatni. Sőt, nem majd, hanem most. 28-24. Good job.
kérdése, és fordítva. Kotvász és Gál. És még egyszer csak dicsérni tudom Csapos meglátását, hogy váltott a csapat védekezésben, aztán eltaláljuk a kapust. Gál Balázs volt, hát ez lépés. Á, kedves játékvezető. Na jó van. Csapos vett el, kézzel együtt kvázi a labdát Paktor. De jól védekezett. Kaptunk 16 perc alatt, az a mai fehér gyarmatnak jó. Jó, úgy láttam, hogy simán Nagy Tamás véd lábbal, de nem. Visszajönnek 3 gól, 28-25. Kár. Mi volt ez? Ezek a hibák nem férnek bele. Szűcs Balázs rettenetes labdát dobott Csobai felé. Ezek nem férnek bele. Arga és Tahóczky. Pap. Tahóczky. De jól áll a lábán a falu. Jaj! De miért? Miért ilyen kenyi a kapus? Szokták mondani, Pitagórokat kapunk, belőbb is, és ez is. Hát ezt kéne szépen azt gondolom, de ez 2 perc viszont. Anyadszor történik meg, hogy Kotvász leteríti Pardi, és mindig mondom, hogy jó, ez nem 2 perc, és még Kotvásznak szól a játékvezető, ejha, de ez most az volt. Lábok, Kotvász. Milyen hibákat vétünk, kérem, 5 gólos vezetősünk után. És följöhetnek egyre. És följönnek egyre. 28-24. Olyan döbbenetes egyéni hibák után, ami egészen elképesztő. És mi volt? És nem ítélnek semmit a Csabaival szembeni szabálytalanságért, kérem, amit Varga elkövetett. Na ez egy nagyon rossz ítélet volt megint. De hanyadik, megszámolni nem lehet a két bíró rossz döntését. Ide is, oda is. De hát a játék stílus miatt nekünk nem fekszik. Pásztin csak majdnem szerez labdát, Nagy Tamás. 28-23-ról, igen gyorsan, 28-28. Mutatná Szücs Józsi a cserét. De nem csak a cserét, hanem azt videót. Öt góllal vezettünk nagyjából 3 perccel ezelőtt, kérem, 3,5. És 3,5 perc alatt döbbenetes egyéni hibák után én dicsérem a védekezést és minden mást. És megint a kapusunk 5 lövésből 5 gólt kap. Elől Kotvász hibája. Nyilván a játékvezetői felfogás sem segíti a mieinket. És 28-28. Ez nem hiányzott. 11 perc van hátra, teljesen nyílt a mérkőzés. Szívesen odaadnám ezt a nyíltságát ennek a mérkőzésnek. Szóval megint egyenlő. Időkérdés, meg kellett valóban állni. Én sem tudom, hogy nagyjából 5-5-ször mondom. De hát milyen jó lenne egy Szabó Péter.
Szabó Peti nélkül Gál sem abban a formában játszik, mint a Peti ott van mellette. Robai, hát ez lépés. A bírók engedték, hogy lőjünk, de ez nagyon könnyű volt Ékesnek ez a labda. Még azt sem mondom, hogy védett, de hát oda ment a lövés, ahol éppen át, és még gyenge is volt. Kvázi feladtak neki. Az óra megint, és az ember azon tűnődött, vagy én azon tűnődök, ugye, hogy 28-23-nál, ha nincs az a három technikai hiba, hogy legalább Nagy Tamás véd mondjuk egyet, akkor nem lenne ilyen meleg ez a pite, hogy most a vezetésért támadhat az ellenfél, de hát a végén legyen jó, hogy keseregjek én. Ha nyerünk egyel, akkor minden rendben van. Csak nyerünk egyel. Jó van, mellé, köszönjük. Van induló ember, Csabai. Csabai, megvan. Ott van, hát láb, úgy van, befelé. Persze, hát Varga lába, ne viccel. Kapusi. Lépés! Hát nem igaz. Ezek a bírók belemenés lépést egyet nem fújtak ezen a meccsen, kérem szépen. Egészen hihetetlen. Egyet se. Se egy lépés, se egy belemenés. Volt a meccsen mindkét oldalon 15-15. Szűcs József se nyugodt. Vagyunk, kérem a sportcsarnokban, ne jó lenne kiszolgálni a közönséget, nagyon kiszolgálni. Tehát, hogy nyerjünk, Varga és Tahócki. Rengeteg gólt kaptunk a szélről az első fél időben, a másodikban szerencsére jóval kevesebbet. Megvan Nagy Tamás! Ó, ide kellett, jó van Tamás, jó van. Szűcs, Csabai, szűcs! Nagy labda! Kapunk egy szabaddobást, na jó van! De miért? Hát de miért fúj bele? Hát elvégeztük a vonalról a szabaddobást, megint visszafúj, édes Istenem! Hát vicc ez a két bíró. Mostanában több NB1-bés meccset nézek, ott, ha ilyen lenne, szerintem két lábbal akasztanák föl. Nem mintha zsenik fújnának, de azért ez, amit ez a kettő itt művel, többen kimarad. A helyzet kapufa. Ékes örül, de vajon minek kapufának? Mutatja, hogy beleért, jó pikulát értett be. Nem ők mozdulnának el erről a hotpotról. Mi az? Ez mit fújnak, kérem szépen? Hát mit fúj ez a két bíró? Hát ez egészen elképesztő. Hát ez hihetetlen. A világon semmi, nem tudod, ezt is visszafújja. Hát kérem szépen, szerepel ez a két fekete ruhás, de hogy milyen rosszul bíráskodnak, az valami döbbenet. Ahogy az ilyenkor lenni, 29-29.
érzik, hogy nem lehet látni azt, amikor nem történik semmi, hanem... nem is mondom talán. Nem baj, gyerünk gyerekek! Pásztor! Ott vász! És csak szabadovás! Megint megállítják, megint törlés. Oda 54. perc. Kell az egyenlítés. Nagyon kell. Amennyire összévált a védekezés, nálunk annyira összeállt, náluk is. Ott vász! Ott vász, még egy gólt se lőtt. Na, ezt megváltom. Na most! Na, a hetes! Hát hetes! Hát persze! De az a bíró, ahogy mutogat, a nemi identitást tekintve azért vannak kétségeim. Persze mondanák, és ott a gólpász. Nagy védés volt. Jelentőségét tekintve meg óriási. Ott vász. Új, de rossz labda volt, Pászti! Nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Ha nyerünk, akkor Pászti miatt, mert legalább három lehetetlen volt. Hát lehetetlen helyzet volt. Hát Ékes örülhet. Örülhet. A bírók megállítják a játékot. Sajt Papatilla is mondja, műsorkezdőként Pásztor a mezőn legeredményesebb embere, és Csabai nagyszerűen fogta meg Kovácsot. Ez kell, most már nagyon ez kell, még minden kell. Vigyázzunk, van befutó ember. Ellépte, hát ellépi, hát hatot lépett, én nem hiszem el. Hát ennyire, hogy is mondja, ennyire balga játékvezetőket kérem, hát nem, négyet lépett, hatot, hát miután négyet lépett, megfordult és még kettő. Nem is értem. 33. Se belemenés, se lépés. Ezeknél egyik sem. Ezt meg megköszönhetjük, mert Csapos nagyon rossz labdát kapott, maga mögé kapta. Teljesen érthetetlen, amit fújnak, Kotvász, belövi! Hogy ment be Kotvász? Hát kérem szépen, ez egy kézilabda krimi. De hát ezt a krimit reméljük, hogy úgy írták meg, hogy mi nyerünk. 3 perc 20 másodperc. És a miért? És ez meg 2 perc. Ez 2 perc. A Holckinak ez 2 perc. Nem állítják ki. Hát ez hogy nem 2 perc? Hát ez hihetetlen. Nem értem. Mondjuk azt sem értem, hogy van miénk a labda. De ha már miénk a labda, akkor kiállítást a Holckinak. Hát. Ez a két bíró, kérem, alulmúlja egymást. Come on.
5 ház a gyarmati városi sportcsarnokban pedig vastapssal buzdítja a miénket a győzelembe, remélem. Két törlőfiút is kér a bíró. Ha most gólt dobnánk, már olyan meccsen, ahol 3,5 perc alatt kapunk kötött, az is legfeljebb egy pillanatnyi szusszanás jelentene. Gál, ott vász. Gál, ott van Roli! Kapunk egy szabad dobást. Állítsuk ki a 14-est, kérem! Hát Fardi miért maradhat bent? Megszaggatta a ruháját, van ahol ez szokás, kézi meccsen 2 percért legfeljebb. Ott vász. Nagyon jó! Szűcs, lőd rá! Ennél rosszabb lövéseket, mint amiket Szűcs elenged ma. A tapsol ékesdet eltalálja, a Szűcs már harmadszor találja el, ahol áll. Ilyen kapus felhozó lövések ezek. Ahhoz. Nagy Tamás! Szabad Tamás! Megint törlés. Megint törlés. A nagy népi játék. A Berettyó törlést kér. A játékvezető megadja. Időkérés a Berettyónál. 31-30 ide. 2 perc van hátra. Ebből a meccsből még bármi lehet. Minden esetre, ahogy mondtam, krimi, és ahogy mondtam, nagyon kellene a hazai győzelem. Sok mindent érne. Megfőképpen azt, hogy megmaradna a 100%-os hazai teljesítmény, és az idegenben éppen, hogy elvesztett mérkőzéseket így lehetne kompenzálni. 6 ponttal ott állnánk a mezőny első felében. Ha nincs győzelem, mondjuk csak egy döntetlen, az nem olyan jó. Eleve a Berettyó előttünk marad, de hát még ebben a szakaszában a bajnokság az önmagában nem annyira számít. Csak hát ebben az oroszlán barlangban nem lenne szabad, hogy ez a Berettyó pontotlan volt. A fél időben ők vezettek egyel, 19-18. Ahhoz képest, hogy 11 gól kaptunk ebben a fél időben, és 13. Ez már egy jó fél idő. Nincs az a rengeteg gól, de most is megkapjuk a 30 gólunkat, 30 alatt nem fogunk lehozni egy meccset. Éppen ezért nagyon nehéz minden mérkőző. De hát ez a fiatal csapat majd egyszer összeáll, de ez például miért nem felé vajon? Kovács. Varga, lepattintja. Nagy Tamás! Két háromszor. Szegény játékvezető egy csarnok röhögi. Talán nem véletlenül. Nézzék a gesztusait, ha látják, amikor látják. Hát, mint egy Benny Hill show. De a rosszabbik fajtából tegyük hozzá. Na jó. Én is foglalkozok a kézilabdával, ne ezzel a két elégyelge képességűvel. Nézzük a meccset, Nagy Tamás, és most Gárola. 30-30. Nagyjából ebben a meccsben ezzel együtt van 3 támadás. Ha belőjük, hát sejtik, ugye? Ott vász. Nem adjunk sokáig. Nagyon jó! Jó, megvan! Azt kell mondjam a Berettyőjéknek, igazuk van.
gál, fenn a bíró keze. Á, nem, Roland, nem, mekkorát, esik Roland, nem állítják meg a játékot, nem hiszem el. A labda miénk? Ha elengedték, akkor a labda miénk? Hát de nem igaz, hát elengedték a támadást végig. Gál Rolandot hanyat szökték. Hát egészen hihetetlen, kérem. Vagy 2 perc ezen az oldalon, de itt a labda miénk. De itt akkor a labda miénk. A hátralévő idő pedig 36 másodperc. De a labda miénk. Hát kompenzáltak. A bírók kompenzáltak. Na, jöhet a fehér gyarmat. Valamit nagyon mond a zsűri elnök. Vajon mit? Vajon mit magyaráz? Hátralévő idő 36 másodperc. Szűcs Józsi kap egy sárgát. Erről értekeztek? Na jó, legyen ez a legnagyobb boldogságuk. Ugye ez a borzasztó, hogy a játékvezetők feljelenthetnek csapatokat, játékosokat, de ilyen teljesítmény után ezt a két játékvezetőt kijelenti fel. A tévedés ne essék, ezek a bírók ezért, amit itt művelnek, pénzt kaptak. Ott válsz, ez miért? Így jó! Köszönöm tisztelt nézőinket, hogy velünk tartottak. Ott vásznak, odaütnek. Ez a berettyó, amit ma művel, és művelt, az egészen döbbenetes. És ott vásznak, kiment a bokája lehet. Sajnos a berettyó, ahogy kezdte a meccset, nagyjából úgy fejezi be, amit ezek csinálnak, annak semmi értelme. Másodperc van a mérkőzésből, 9, bocsánat, 32-30, de miénk megnyerik a meccset. 3-ból 3. Ennyit nyerünk hazai pályán, sajnos ennyit is vesztünk idegenben. De a lényeg, hogy megvan a győzelem. Egy horrorisztikus mérkőzésen. Annak a végén. Én köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velünk tartottak. Gondolom, legközelebb is itt fognak tenni. Ez egy jó fehér gyarmat. Ez egy jó csapat, és nagyon tud küzdeni. Köszönöm a figyelmet, gyertek. A mezőny elején vagyok. Rengetegen a csarnokban, jöjjenek el legközelebb is. A viszontlátásra, viszonthallásra.